A városban az őszi önkormányzati választásokon vereséget szenvedő oldal februárban óriás plakátokon támadta a polgármestert, aztán leginkább a csőd emlegetése lett a téma. Május közepén két egykori alpolgármester aláírásával szórólapokat juttattak el a postaládákba. Nincs csődben Vásárhely, mondják a szórólapokra válaszul a városházán, de nehéz helyzetben van. Állítják, hogy ezért viszont a település korábbi vezetése a felelős. Dokumentumok, számlák, olykor terrakotta baglyok kerülnek elő, és az emlékezetes NAV botrányt kirobbantó Horváth András átvilágítási munkájának megállapításai is. Amikor bejártam Hódmezővásárhelyet, akkor azt vettem észre, ilyet még máshol nem láttam egyébként, hogy csoportban vannak felszerelve oszlopokra kamerák. Olyanok is egy irányba vannak beállítva, négy egymás mellett, plusz még speed dome kamerák, ami körbeforog. Tehát ez egy eléggé furcsa dolog volt. Nem kevés pénzről van szó, 650 millió forintról. Az első 2011-es megbízás óta ennyit költött Hódmezővásárhely térfigyelő rendszerekre. 300 darab kamerát szereltek fel az önkormányzat megbízásából. 2011 és 2013 ősze között az egy kamerára jutó telepítési költség 1,5 millió forint volt. 2013 decemberétől azonban elszálltak az árak. A legutóbbi négy szerződés összértéke 469 millió forint, az egy kamerára jutó telepítési költség itt már 2,9 millió forintra tehető. Horváth András a rendelkezésre álló dokumentumokból megállapította, hogy a nyertes ezekben az ügyekben 2017-ig bezárólag, illetve előtte 5-6 évig egy jól körülhatárolható cégcsoport, az utolsó években pedig egyetlen cég volt. Behatóban is tanulmányoztam ezeket az iratokat, és összehasonlítottam más városok ugyanilyen típusú kameratelepítésével, és azt tapasztaltam, hogy esetenként 2-3-szoros túlárazást lehet megállapítani a Hódmezővásárhelyi térfigyelő kamera telepítéseknél, mint más városokban. Illetőleg nem, hogy más városokban, hanem még volt olyan, hogy a System Service Kft. Például a Zöld Hódmezővásárhely programban, aminek nem ez volt a fő vetülete, jóval olcsóbb ajánlatot adott annál, mint egy másik közbeszerzéseknél, ahol a két-háromszoros túlárazást valószínűsítettem. Nézzük először Deszket. A Szeged melletti településen az egy kamerára jutó telepítési költség 466 ezer forint volt, szemben a Vásárhelyi 2,9 millióval. Mórahalmon 2015-ben szereltek fel térfigyelő rendszert, 12 darab kamerát telepítettek. Az egy kamerára jutó költség itt 1,2 millió forint alatt volt, ez kevesebb, mint a fele a Vásárhelyi átlagnak. Hangsúlyozni kell, hogy ezek nem ilyen vélemények, vestések, hanem nagyon komoly összehasonlításokat végeztem, átnéztem a közbeszerzési dokumentumokat, megnéztem az egységárakat, megnéztem, hogy miből áll egy ilyen kameratelepítés, milyen járulékos költségei vannak. Ebből adódott az, hogy jelentős túlárazásokat lehetett vélemezni. Én úgy satszolok, hogy körülbelül 250 millió forinttal többet fizethetett a város ezekért a kameratelepítésekért, mint amit normális körülmények között versenyhelyzetbe el lehetett volna érni. Az ön megállapításai között szerepel az, hogy Mórahalmon, Deszken hasonló kamerarendszerek kiépítése mennyibe került? Tehát ilyen közeli példákat hozott összehasonlítva a Hódmezővásárhelyi kamerarendszerrel? Hát hoztam közelebbi, távolabbi példákat is, néztem azt is, hogy a kameraszámok, meg nagyjából a dátumok is egyezzenek, tehát hogy ne azt legyen, hogy mondjuk egy 2013-as, egy 2018-assal hasonlítok össze, és tényleg a környékről is hoztam példát, meg máshonnan is hoztam példát. Ilyen mértékű költségeket kamerafejlesztéseknél sehol az országban nem tapasztaltam. Érdemes még egyszer összevetni a Hódmezővásárhelyi csaknem 3 millió forintos egy kamerára jutó költséget a felsorolt példákkal. A legdrágább orosházi is messze van a Vásárhelyi térfigyelő rendszerétől.
Két makói példa is bizonyítja, sokkal kevesebből is meg lehet egy ilyen fejlesztést oldani. A kamera beszerzések voltak azok a közbeszerzések Hódmezővásárhelyen, ráadásul ezek a túlárazottak, amelyeknél igen pontosan be tudta lőni a vállalkozó, a System Service Kft., hogy mennyit is becsült az önkormányzat. Tehát egészen elképesztő, hogy vagy pontosan forintra belőtte, vagy pár száz, vagy pár ezer forint eltérése, vagy a 90 milliós tétenni még a 10 ezer forintos eltérésen sem, mindig be tudta lőni, hogy mi az az összeg, amivel biztosan nyerni tud. Ez csak úgy történhetett meg, és ez nem csak a kamerafejlesztéseknél volt meg, hogy valaki információkat szivárogtatott ki. Három szerződést mutatunk példaként, az egyiknél 5000 forintos pontossággal, a másodiknál kicsit nagyobb eltéréssel, a harmadiknál pedig kevesebb, mint 2000 forintot tévesztve találta el a nyertes. Mekkora az a maximális összeg, amit ezen a tenderen a kiíró még elfogad? Valószínűleg ebben az esetben tudnia kellett a pályázónak arról, hogy mi az elvárása az önkormányzatok, mi az az összeg, amivel biztos nyerni tudok. Egy-két ilyen előfordulhat egy város történetében, hogy nagyon pontosan belőlik, de az, hogy rendszer szintűen 30-40 közbeszerzés is, és most nem csak a kamerákról beszélek, ennyire pontosan be van lőve, forintra el van találva, vagy pár száz forintos eltérés van, az nem tekinthető véletlennek. Ez olyan történet, amivel mindjárt megáll az, hogy az a bűncselekmény, vagy annak bűncselekménynek a gyanúja, hogy versenyt korlátozó magatartás közbeszerzési eljárásba.